Már kialudtam. A mondat, ami az ittas vezetésen kapott sofőröktől elhangzik. Magyarországon zéró tolerancia van, kis mennyiségű alkohol elfogyasztása után sem lehet autót vezetni. Az ügyészek mégis számtalan olyan ügyben képviselik a vádat, ahol ittas autóvezető balesetet okoz. A vezetéstechnikai szimulátoron mérni lehet, hogy hogyan változnak az ember reflexei egy vagy pár pohár ital elfogyasztása után. Itt vagyunk a budapesti rendőrfőkapitányságon, ahol ezt biztonságos környezetben kipróbálhatjuk. Ő Péter, hivatásos sofőr, de ma szabadnapos. Az ő reflexeit fogjuk vizsgálni, és most először alkohol nélkül vezet. A rendőrség nyomoz, az ügyészség vádat emel az ittas vezetőkkel szemben, de hogy néz ki a zéró tolerancia gyakorlatban? Hogyha mondjuk vasárnap a szüleimnél ebéd után iszom egy pohár bort, akkor este már vezethetek? Az attól függ. A véralkohol szintjét sok minden befolyásolja. Az elfogyasztott tétel, a testsúly, az, hogy férfi vagy nő az illető, az adott ital alkohol tartalma. Ha biztosra akar menni, akkor inkább hívjon sofőrt. És mi van egy buli utáni reggelre, mondjuk ittam este buliban, és azt érzem, hogy alszom pár órát, és már kiment, nem is érzek semmit, akkor autóba ülhetek, ha semmit nem érzek egyáltalán reggel? Épp ellenkezőleg, egy komolyabb bulit nem lehet néhány óra alatt kialudni. A szervezet, ha pihen, lassabban bontja le az alkoholt. Sokszor előfordul, hogy megállítja a rendőr, megfújatja a szondát, és jelez a szerkezet, pedig a sofőr már úgy érzi, hogy jól van. Péter mostantól úgy vezet tovább, hogy megiszik egy korsó sört. Szabadnapos Péter, egészség! Tamás, te ügyészként szinte naponta foglalkozol itt a sofőrök ügyeivel. Van a között büntetőjogi különbség, hogy valaki csak egy pohár ital után kapják el, úgymond, vagy ha alig tud megállni már a lábán a rendőrök előtt? A körülményektől függ a következmény, például a sofőr véralkohol szintjétől. Ezt egyébként egy laborban is ellenőrzik, nem csak a rendőröknél lévő gyors teszttel. Függ attól is, hogy okozott-e balesetet az ittas vezető, vagy csak az alkoholfogyasztás miatt fogják el. És ezt hogy kell elképzelni, hogy a rendőr megfújhatja a szondát, és az jelez, és utána mi történik? Ha fél gram per liter alatt van a sofőr véralkohol szintje, akkor ittas vezetés szabálysértéséről beszélünk. Már ennek is komoly pénzügyi következménye van, és fel kell készülni több hónapi járművezetéstől eltiltásra. E fölött bűncselekményről, itt a ittas vétségéről beszélünk. Ennek a következménye körülbelül egy havi jövedelemnek megfelelő pénzbüntetés és egy évi járművezetéstől eltiltás. Ha az ittas járművezető balesetet okoz, vagy többször kapják el ittas járművezetésért, akkor akár letöltendő szabadságvesztés is lehet a vége. És akkor most megnézzük Péter eredményeit. Igen, itt látszik, hogy az alkoholnak volt hatása a reflexre, mégpedig sörívás után több mint háromszoros a reakcióidő, szóval Péter ma forgalomban nem vezet. Magyarországon 2008 májusától zéró tolerancia van. A 2000-es évek elején még átlagosan 2400 baleseket okoztak ittas autóvezetők. Ez 2020-ra 1300-ra csökkent. Jogodban el tudni, hogyha ittasan vezetsz, bűncselekményt követsz el, amelynek akár letöltendő szabadságvesztés is lehet a következménye.